Felújítják az Őrtorony utca egy részén a teljes útpályát. A szakemberek a városban eddig még nem használt technológiával dolgoznak a kiskanizsai útszakaszon. Az Őrtorony utca déli részét és a templomtér északi oldalát érintő 17,7 millió forintos beruházással a jövő hétvégére végeznek a Via Kanizsa ZRT munkatársai. A felújítást az indokolta, hogy az útalap nélkül épített szakaszon már nagyon szétesett a burkolat. A városüzemeltető a következő években más utcákat is felújítana hasonló módon. Ennek a technológiának az a lényege, és annyiban új itt Nagykanizsán, hogy egy útfelújítás, egy útjavítás nem úgy indul, hogy az egész pályaszerkezetet kipakoljuk, elvisszük a szeméttelepre és építünk egy újat, hanem ez a technológia azzal jár, hogy egy 30 centi mélyen átdarálja a meglévő útszerkezetet, pályaszerkezetet, egy kötőanyaggal feljavítja a pályaszerkezetet, és gyakorlatilag a meglévő úttestből, pályaszerkezetből képez egy új útalapot, ami gyakorlatilag egy beton minőséggel ér fel, amelyre aztán egy aszfaltszőnyeg kerül.